Mire ennek a videónak a végére értek, már mindent tudni fogtok ahhoz, hogy profi feliratokat készítsetek a saját videóitokhoz. Bemutatunk nektek egy feliratozó szoftvert, ami ráadásul ingyenes, elmagyarázzuk, hogyan kell használni, hogy bárki, akár egy kezdő is megtanulhassa a feliratkészítés alapjait. Mindezt 5 percben. Készen álltok? Tartsatok velünk! Let's go! Sziasztok! Üdvözlünk benneteket a Two Generations csatornáján, ahol nem csak a legjobb könyveket és filmeket mutatjuk be nektek, hanem megpróbálunk segíteni és fontos információkat, értékes információkat megosztani azokkal, akik YouTube-oznak és videókat készítenek, hogy segítsünk a hozzánk hasonló kicsi csatornáknak jobb videókkal több feliratkozót szerezni. Nemrég készítettünk egy videót arról, hogy miért érdemes feliratozni a YouTube videókat, és hogy mik erre a legjobb eszközök. A videót persze megtaláljátok az infoboxban, és a videó végén az ajánlásokban is. A mai videó kifejezetten a felirat szerkesztőre koncentrál, amit mi használunk. Ez a Subtitle Edit, és ingyenes. Bemutatjuk lépésről lépésre, hogyan kell használni, hogy olyanok is megtanulhassák a feliratozást, akik eddig még nem csináltak ilyesmit. A Subtitle Edit egy dán úriember Nikolaj Linge Olson munkája, és az ő weboldaláról lehet letölteni, a nixa.dk-ról. Az oldalon lehetőség van adományt küldeni, ha tetszik a szoftver, de egyszerűen ingyenesen is le lehet tölteni. Telepítés után a beállításokban kiválaszthatjuk, milyen videólejátszó kezelje a programon belül a videókat. Ezt az Options menü alatt a Settingsben a Video Player fülön választhatjuk ki. Mi az MPV-t ajánljuk, amit a programon belül egy gombnyomással telepíteni is lehet, de akár a Media Player Classic vagy a VLC Player is használható. Ugyanitt a Shortcuts fül alatt lehet megnézni és változtatni a program billentyű kombinációit. Mást nem is kell beállítani, a program már is startra kész. A fenti ikonsorban meg is van minden szükséges beállítási lehetőség, amire egy átlagos feliratkészítőnek szüksége lehet. A legfontosabbak ezek közül a Find, vagyis keresés, amivel a szövegben megkereshetünk dolgokat, a Replace, vagyis szövegkicserélése, ami egyszerre megkeres és ki is cserél szövegrészeket, a Spellcheck, vagyis a helyesírás ellenőrzés, és a Format, vagyis a file kiterjesztés, amit Subrip, vagyis SRT formátumon a legcélszerűbb hagyni, mivel ezt a formátumot szinte minden platform gond nélkül felismeri. Ha automatikus feliratkészítővel készített feliratot akarunk kijavítani, egyszerűen megnyitjuk a feliratot, az üres videó mezőjére kattintva betöltjük a hozzátartozó videót, majd az alsó, fekete részre kattintva megjelenítjük a hangsávot. Ha teljesen új feliratot akarunk beírni, akkor ugyanúgy betöltjük a videót, megjelenítjük a hangot, majd az egérrel a bal gombot lenyomva tartva kijelöljük az első tábla helyét, kihasználva, hogy a waveform nézetben látjuk, hol van a szöveg, majd jobb klikkel előhívjuk a menüt, amelyben kiválaszthatjuk, hogy magunk akarjuk beírni a szöveget, vagy máshonnan szeretnénk bemásolni. Ezután a textablakba beírjuk, vagy bemásoljuk a szöveget. Két nézet közül választhatunk, a List View, egy részletes nézet, és a Source View, egy leegyszerűsített nézet között. A List View nézetben táblázatszerűen jelenik meg a felirat. Első oszlop a feliratbox, vagy tábla száma. Ezt követi a kezdési idő, befejezési idő és időtartam, majd maga a szöveg, ami az aktuális táblában megjelenik. Az optimális olvashatóság érdekében jó, ha egy feliratbox vagy tábla nem több, mint 2 sor, egy sor pedig nem több, mint 30-40 karakter. Szerencsére ezt a Subtitle Edit automatikusan figyeli, valamint azt is, mennyi ideje van a nézőnek a feliratot elolvasni. Egy sorra legalább 3 másodperc időt kell hagyni, és arra kell törekedni, hogy a felirat a beszéddel egy időben jelenjen meg és tűnjön el. Ha túl sok karaktert akarunk egy táblába vagy egy sorba zsúfolni, a szövegblokk pirosra színeződik. Ha pedig az idő kevés rá, akkor az időt jelző kis blokk lesz piros. Ezzel jelzi a Subtitle Edit, hogy valami nem jó. A táblázat alatt van a textmenü, ahol a táblák adatait láthatjuk. Kezdési idő, időtartam, szöveg, másodpercenkénti karakterszám, soronkénti karakterszám és teljes karakterszám. Itt van az Unbreak és az Autobreak gomb is, amelyek a sortörést kezelik. Ha túl sok szöveg van egyetlen boxban, megjelenik egy harmadik gomb is, a Split Me, ami két táblára osztja az aktuális táblát. Automatikus sortörést vagy helyesírás ellenőrzést egyszerre az egész szövegen is végezhetünk, Ctrl-A-val mindent kijelölve, majd a megfelelő gombra kattintva.
A táblák kezdési vagy befejezési idejét a hangsáv nézetnél könnyedén lehet változtatni, az egérrel megfogva, majd a kívánt helyre húzva a blokk szélét. A Select Current Subtitle and Playing mezőt kipipálva a textablakban automatikusan mindig a lejátszott tábla jelenik meg. A hangsávon az egér görgetőjével lehet előrébb vagy hátrább görgetni. Kontrollt lenyomva tartva és görgetve pedig nagyíthatjuk, illetve kicsinyíthetjük a megjelenített részt. A videót elindítani és megállítani a Space gombbal lehet. Ennyi volt tehát az 5 perces subtitle edit gyors tápoló. Ha bármilyen kérdésetek van, nyugodtan írjátok meg kommentbe, és hogyha hasznosnak találtátok a videónkat, akkor nyomjatok egy lájkot és iratkozzatok fel. Ha pedig szeretnétek mindig elsőként megtudni, amikor új videót töltünk fel, kapcsoljátok be az értesítéseket, és kövessetek minket Instagramon és Twitteren. Sziasztok! Sziasztok!